Igen. Ezen dokumentumok vannak, megállapodás tervezet van rajta. És miben állapodunk meg? Hát az rajta van a pendrive-on. De milyen témában? Amit most már vehetünk is, talán. Vesszük. Ja, hogy ezt is vesszük, jó. Nagyon jó. Én kitaláltam egy projektet, nem is egyet, hanem többet. A szervezésben szeretnék segítséget kérni. Uh-huh. De én nem látom még mindig a feladatomat. Én oktatásokat csinálok, tehát én nem szervezek. Amiben én tudok segíteni, ha valahol összegyűlt X ember, és szeretnének tőlem tanulni, akkor én oda tudok menni egy napi díj fejében. És tudom tanítani őket. Ebben tudok segíteni. Ugye ez az én szakmám, ez az én munkám. Viszont szeretnék még munkalehetőséget is kérni. Aha. Nekem most jelenleg nincsen. Uh-huh. Melyik területen tudsz nekünk segíteni? Hát nem tudom, milyen területek vannak. Marketing, PR, de ebben van valamilyen siker? Hát én úgy gondolom, hogy akad, igen. Hogy hogyan tudod elképzelni Lengyel Sándort 100 000-re több követővel? Egyszerűen. Na, de hogy érjük el? Egyszerűen. Egyszerűen az hogy? Egyszerűen szarni sem olyan könnyű. Tehát, hogy de miben az, hogy én fizetek neked, és kész? Hát és már is... Fölvesz engem, és megállapodunk. Igen. Akár. Tehát, na várjál, akkor komolyra fordítva a szót. Tehát, kiraktál valamit, hogy Sándor több információt kért rólam, és kiraktál valamilyen sikereket, hogy valamit elértél külföldön valakinek? Hát most ezt a táblázatot igazából csak néhányan értik, mert nagy fogalmazunk úgy, hogy csak emberek értik, és idősebb emberek, akik értenek a pénzhez. De jó, de miről szól a táblázat? Tehát az miért informatív mondjuk? Tehát, hát ezt mindenki döntse saját maga. És mikor kapok mondjuk egy választ a kérdésemre? Te megállapodtunk. Mennyit fizessek? Ezt állapítsa meg, nem szeretek kezdeni ebben a kapcsolatban, mert rossz a szívem. Tehát. Na, szeretné állást, meg segítséget? Segítjük egymásnak, én inkább ezt mondanám. Oké. Te miben segítesz nekem? Én segítek a marketingben. Plusz, hogyan? Plusz, hát ahogy elnéztem a csapatot, fiatalokból áll, én ezt dicséretesnek tartom. Csak hát van egy-két vágókép például, ami nem tetszik, akkor az előadások hossza, ritkasága, megjelenése, igen, gyenge. Én ezt nem szerettem, én olyan helyen szeretnék dolgozni, ahol ki tudok teljesedni. De szellemileg, miben? Mint emberileg. Tehát hogyan csinálsz mondjuk 100 000-re több követőt? Mi a terv? Tehát mire adjak én pénzügyi ajánlatot számomra? Hát én úgy gondolom, hogy előbb beszélgessük egy kicsit majd kamerában. Hát most? Hát de ez úgy egyszerű. Micsoda? Hát felvétel közben beszélgetni. Nem értem. Én sem. Most szórakozol velem? Nem. Viszont hoztam magammal itt tovább. Igen. És egy nyomtatandó dokumentumot. Igen. És ha én azt aláírom, akkor mennyit fizetek? Vagy te fizetsz nekem? Hát... Én fizetek, vagy te fizetsz? Ez egy együttműködési megállapodás. Én értem, de ki fizet? Először olvassuk el, hogy mi van a papíron. Nem. Van egy komoly kérdésed felém? Igen. Szeretnék önnel dolgozni, vagyis veled. Mit? Igazából... Ha tudsz mondani valamit, hogy mit, arra marketing. Tudok mondani igent, vagy nem. Marketinget. Rendben. Marketingben mi a konkrét elképzelésed? Úgy beszélgessünk, hogy van cégem, és a 20. marketingesen vagyok túl, tehát nem most beszélek először marketingesek, kurvára tudom, hogy mit akarok, tehát ha van olyan ajánlatod, hogy azt mondod, hogy marketingban ezt és ezt kell konkrétan csinálni, ezt hogyan kell felépíteni, mennyibe kerül, stb., akkor erre tudok választ adni, hogy igen vagy nem. Mennyibe kerül, ezt nem tudom megmondani. Viszont tervezhetünk egy keveset. Hát nézzük, azt mondja, hogy kellene Twitter oldal, kellene egy Sándor Lengyel helyett egy lengyelsándor.hu, szerintem. Igen. Ezen kívül egy Facebook csoport több megtekintéssel rendelkező YouTube csatornával, tehát YouTube megjelenés, több Facebook megtekintést ad maga után, utána jött a Twitter, kellene egy magyar oldal is. Oké, okay, van 100 nem publikált videóm. Hogyan fogják többen nézni? Hát először kell több videó. Most mondom, hogy van 100 nem publikált videó. Hogyan fogják többen? Ezt azért nem publikálom. Nem tudom, hogy ki jött-e már. Még nem jött ki. Hogyan lesz több nézettségem? Hogyan? Az, hogy én többet forgatok, abból nem lesz több nézettségem, csak több forgatottságom. Így van. Több nézettsége úgy lehet, hogy tart privát órákat, és az de igen, drága. Igen? Én annyit tudtam elmondani. De akkor mit fogsz csinálni? Hát amit, de fel vagyok kérve, vagy meg fel vagyok hatalmazva. Oké, 100 000-re több látogatót szeretnék a YouTube-ra.
Szerintem megoldható. De mit fogsz csinálni, hogy ez legyen? Hát... Csináltál már ilyet? Azt hiszem, igen. Azt hiszed, vagy igen? Én tudom, hogy simogattam már macskát. Ha az a kérdés, akkor... Napi megtekintése van. Hogy? 2300 napi megtekintése van Twitter oldalamnak. Jelenleg... Az nem 100 000. De ez napi. Ha én most fingok, akkor 2300 azt megnézik nekem is a YouTube-on. A YouTube-on, nem a Twitteren. De a Twitter engem miért érdekeljen? Hát mert ott van, tehát talán a lehetőség. Milyen lehetőség? Az applikáció publikálására. Mennyit fizessek ezért? Azt állapítsa meg, mondtam, hogy összeszik. Oké, szerintem fejezzük be. Jó, rendben. Én nem hallottam semmi olyan dolgot, ami nekem érdekes. Viszont azt érzem, hogy egyetlen egy dolog van, hogy én mondjak egy összeget, hogy mennyit hát, fizessek én neked. Én mondjak összeget? Hát igen. Nem tudom, mennyit szokott fizetni itt az embereknek. Ha ezt sem tudod, akkor mit miért, szeretnél elállni? Nem tudod, mennyit érsz? Én tudom, nem. Mennyit érek. Oké, 100 000 előfizetőt behozol holnap. Hát holnap az. Jó, hát akkor ennyi. Hát de ennyit ő kell állít. Ott van kint a kocsin, viheted. Holnap 100 000 előfizető. És viheted a kocsimat. Megállkodtunk? Hát holnapra 100 000 előfizetőt nem tudok ígérni. Hát akkor én se tudok, akkor én se tudok Porsét ígérni. Akkor együtt, ha jobban nevezünk. Nem. Nem, én tudom, mit akarok, te meg nem tudod. De. Ott van a pendrive-on. Nem érdekel, ha nem tudod elmondani, mi van a pendrive-on. Te beszéltél már olyan emberrel, akinek van valami, elért valamit, és annál tovább akar menni, vagy csak olyannal, akinek semmilyen nincs? Hát, mindenfélével beszélgettem. Most egyelőre semmi más nem hallok ki a szavaidból, csak az, hogy nem mondasz semmit, viszont pénzt kérsz. Bizalmatlan ember vagyok. Igen, bizalmatlan ember vagyok. Na, ez egy start konzultáció. Hány éves vagy? Én 28 leszek. 28 esze, oké. Start konzultáció. Az emberek azért jönnek el start konzultációra, mert szeretnének valamit, és megkérdezik tőlem, én megválaszolok. Értem. Akkor szeretném megkérdezni, hogyha még van 5 perc. Hogy mit gondolsz erről a Rap City projektről? Fingom sincs, mert nem értem. Nem mondtál róla semmit. Ez egy elnevezés. Igazából mondjuk itt a másik projekt, ami, ez egy egészséges üdítő, maradjunk ennyiben, és sikeres tud lenni. Én úgy gondolom, a világon mindenhol. Ez már elkészült ez az üdítő? Éppen jogvédelem alatt áll. De már valaki ivott már ilyen üdítőt? Én ittam, igen. És még más valaki? Más valaki még nem. És mitől egészséges? A hatóanyagoktól. Milyen hatóanyagok vannak benne? Azt most nem szeretném elmondani. A Coca-Cola is elárulja, csak az arányt nem. Ki mondta, hogy egészséges? Hát, ezt egy nem ember tudja állítani, hogy ez egészséges dolog. Több ember? Tehát én regenerálódtam tőle nagyon hamar, nagyon jól alszom például. Nem látszik. Sokat dolgozom. Mit dolgozol? Ezen a projekten. És ezen mit dolgoztál? Hát próbáltam összeállítani rendesen. Melyiket, a Rap City-t vagy a üdítőt? Is. De mit dolgoztál? Mi a tevékenység benne? Fölkelsz reggel, és mit csinálsz? Hánykor hát kelsz? Hát egy lassú gép mellett. Hát általában 6-kor. 6-kor. 6 óra 5 perckor mi történik? Hát próbálok szerezni kávét. Oké. Tehát kurva jól alszol az egészséges üdítőddel, úgyhogy kávéval kezded a reggelt? Igen. Megmondom, mit csinálok én. 6-kor fölkelek? Faszt 6-kor. 5:30-kor. Fölkelek. Összerakom a cuccaimat. Igen. Elmegyek edzeni. Edzés után idejövök. Foglalkozom emberekkel. Összerakjuk a projekteket, és vannak eredmények. Értem. Ez az üdítő. Mióta nincs állásod? Sose volt. Sose volt? Sose volt. Miből élsz? Vállalkozásod. Mit vállalkozom? Szervezet. Mit? Éppen? Uh-huh. Éppen azt. Ebben még nem fizetett senki, tehát miből élsz? Olyan, mit szervezel, amiből élsz? Változ, hogy éppen mit, ami éppen szembe jön. Nagyon sok emberrel beszélgettem. Esküszöm, az elmúlt 25 évben ennyire semmit még senki nem mondott. Köszönöm szépen. Nem mondasz semmit. Hát nem szeretnék... Nem szeretném mondani semmit? Egyelőre. De ki fog akkor téged megvenni? Ki fog neked fizetni? Ki fog neked bármilyen ajánlatot adni? Miből élsz? Az egyemből, az eszemből. De ki, milyen fizetésed van? Honnan van pénzed? Apró pénzem van. Én nem azt mondtam. Honnan? Hát az eszemből. Tanulásból. De ki fizet érte? Aki éppen megbíz, egyénivel. De mire bíznak meg téged? Amire éppen gondolják, hogy én alkalmazom. Konkrétumot, mondj egy konkrétumot. Egyet? Nekem nem kell eladnod magad, hogy ki vagy, kurvára tudom. Ja, hát akkor én neked, egy másik dolog. Én neked akarok segíteni. Köszönöm szépen, ez így már egy másik dolog. Ezt én nem tudtam, hogy te tudod, hogy én ki vagyok. Hát ki vagyok én ahhoz, hogy te tudjad, hogy én vagyok.
Egyébként nehéz itt tovább lenni, igen. Mondj egy konkrétumot. Dolgozunk együtt. Ez nem konkrétum. Mármint milyen konkrétum? Materiális, immateriális? Materiális, immateriális? Egy konkrétumot magadról. Kicsi vagyok. Tegnap mit csináltál? Aludtam, pihentem. Egész nap? Igen. És este? Nem, reggel felmentem egy-két weboldalt megnézni. Sírtam egy kicsit. Mit? Majd utána lefeküdtem. Sírtál? Igen. Mert? Bizonyos politikai nézetek miatt. Igen? Igen. Hogy nem csak a 15-et, hanem a 4. kerületet is elvitte az a párt, amelyiket én nem kedvelek annyira, mert erkölcsileg én nem támogatom őket. Oké. Okay. És ezután én lefeküdtem aludni, mert elmond még az élettől is a kedvem. Oké. Okay. Miért vagy ennyire zaklatott, zilált? Ott lakom ahol. Hol? Rákospalotán. Vannak Rákospalotai ismerőseim, nem zaklatottak. Gondolom, hogy miért nem. Veszedsz valamit? Én nem. Nem? Nem. Biztos? Nem, biztos. Jó. Munkát nem tudok adni, nem vagy kooperatív, nem működsz együtt semmilyen kérdésemmel. Nem látok célt, amit szeretnél, szóval komolyan kell foglalkozz magaddal, ez így nem oké. Jó. Olyan képet próbálsz mutatni, amit nem tudsz alátámasztani. Valószínű. És teljesen felesleges. Ezzel nem fogsz tudni kommunikálni az emberekkel. Ha szeretnél munkát, ha szeretnél bármit az életben, akkor te együtt kell működjél az emberekkel, és nem kell letehénkedj úgy valakivel szemben, hogy... Elnézést. Hogy egy egyetlen kérdése sem válaszolsz közben. De az első szavadban az van, hogy fizess nekem valamit, majd utána megbeszéljük. Köszönöm, hogy valamit. Mindegy. Köszönöm. Elnézést kérek. Ennek van egy sorrendje. Van egy sorrendje. Hát gondolom. És ezt a sorrendet be kell tartani. Így működik. És nem azért, mert így illik, hanem így működik. Nagyon egyszerű. Ha én tőled kérek pénzt, te mit kérsz tőlem? Lehetőség. Nem, én kérek tőled pénzt, te mit kérsz tőlem? Ja, segítséget, szervezéshez. Oké, mennyit fizetsz, ha segítek? Egy kávét tudok egyelőre. Akkor egy kávéreig tudok segíteni? Tökéletes. Ezt most megtettem. Jó. Elmondtam a véleményemet. Lehet, hogy más nem tette meg. Köszönöm szépen. De nem kávézom, köszönöm. Ja, értem. Jó? Oké. Okay.